a Betty manapság úgy hozzátartozik a tanaszhoz nálunk, mint a világnyílás meg a szellem. A befogadó intézmény igazgató helyettese ezekkel a szavakkal köszöntötte a döntőbe jutott 12 versenyzőt. A verseny harmadik fordulójában szóbeli felkészültségüket bizonyíthatták a diákok a két tagú zsűri előtt. Az iskolai nyelvoktatáson kívül nagyon sok dolog segíti a mi munkánkat, és ez a kitárult világ, az internet, a mobiltelefon applikációk, az újságok, a DVD-k, a feliratos filmek, a mozi, tehát ez mind arra ösztökéli a diákokat, hogy minél mélyebben belemélyedjenek a nyelvtanulásba, és pontosabb ismereteket szerezzenek. A zsűri angol anyanyelvű elnöke elégedett volt a versenyzők felkészültségével. Örömteli, hogy nagyon szűk volt a határmesdje a diákok felkészültségében, hiszen az első és a sajnálatos utolsó eredménye között csak pár pont különbség adódott. Az eredményhirdetés a megszokott családias hangulatban történt. A meghívott vendégek között voltak az elmúlt évek első helyezettjei is. Én nagyon örülök annak, hogy Kanizsán minden évben meghirdetik újra és újra ezt a versenyt, mert úgy vélem, hogy a fiataloknak szüksége van egy ilyenfajta motivációra. A gimnázium igazgatója azt mondta, mindig örömmel támogatják a diákok érdekeit szolgáló kezdeményezéseket, köztük a Betty Memorial Alapítványt, amelynek alapítói örök életre szóló élményhez juttatják a gyerekeket. 20 év alatt közel 3000 diák megmérettetése történt általuk, egyféle angol nyelvünnep, ha úgy tetszik, nagyon fontos ez a mában, és közben 22 diákot, azaz 40 diákot eljuttattak Londonba egy örök élmény lehetőségéhez, úgyhogy van mit ünnepelni. A kuratórium elnöke 20 éve szervezi a versenyt. Azt mondja, annak idején egy nagyszerű ember emlékének megőrzését tűzték ki célul. Igazán arra emlékszik az ember, akire rendszeresen visszagondol. A Betty nénire évente egy verseny keretében megemlékezünk, és mint Petőfi mondta, az idő igaz, és eldönti, mi nem az. A nyelvvizsgával rendelkezők közül Varga Viktor Zoltán Battyány is, a nyelvvizsga nélküli versenyzők közül pedig Aradi Róbert, Cserháti Zsdiák végzett az első helyen.